Köszönöm szépen, művésznő, hogy jöttél, csak azon gondolkoztam először, hogy most hogy is szólítsalak, mert hát annyi minden, most mondjam azt, hogy kedves Panni néni, örülök, hogy itt vagy, vagy mondjam azt, hogy a pesti művésznő megérkezett. Igen. Mert megérkezel, és nem véletlen, méghozzá a Veresegyház színházba, ahol nem sokára bemutató lesz, Szép nyári nap. Hát ha valaki a drága jó nézők közül nem tudná, akkor ez a Neoton musical, amit játszottak már itt, ott, ott Budapesten is, de hát ez a bemutató most biztos tartalmaz újdonságokat, de akkor kezdjük azzal, hogyha már említettem ezt a két szerepet, Panni nénit, meg a pesti művésznőt, akkor aki esetleg nem ismeri annyira a darabot, akkor azért hozd közelebb egy kicsit, hogy ottan azokban a szerepekben mit csinálsz. Panni néni, ő orosz tanárnő, és egyébként a főszereplő kislánynak az anyukája. Uh-huh. Ez az egész darab egy építőtáborban játszódik az 1970-es években. Ahol önként lehetett dolgozni. Ahol önként lehetett ingyen dolgozni, ami arról szólt, hogy a fiatalok nyáron elmentek építőtáborba, kidolgozták a belüket egy fillér fizetség nélkül. Viszont jól érezték magukat, bulikáztak, uh-huh. úgyhogy ebben az építőtáborban játszódik a darab. Természetesen van szerelem, hiszen nagyon-nagyon sok fiatal játszik benne, leginkább az oroszlán része a darabnak a fiataloké. És hát van minden, ami aki élt a 70-es években, az pontosan tudja, hogy mik voltak akkor a lehallgatások, a díszidálás, uh-huh. a nem. Szóval van itt minden, de természetesen nem kell itt nagy drámára gondolni, mivel az egész darab átszőve a legjobb neoton slágerekkel, úgyhogy uh-huh. azt gondolom, hogy aki eljön és megnézi majd ezt a darabot, az nem biztos, hogy ülve tud maradni. Az egészen biztos, de ha már említetted, akkor amikor megnéztem nagyjából a tartalomjegyzéket, meg emlékszem rá, és azért mondtam, hogy ezt Budapesten játszották, szóval orosz tanárnő rendben van, de az, hogy ez direkt fölírtam, a táborparancsnok azt mondja, Tóth Antal, a Szovjet-Magyar Barátság TS, Paradicsom feldolgozó melléküzemágának vezetője. Tóth Antal elvtárs. Elvtárs, igen, elvtárs. Bocsáss meg, mert a titulusokat ebben a korban nagyon komolyan vették, Tóth Antal elvtárs. Akkor még azért egy-két dolgot mondjunk a darabról, mert ha már ez egy paradicsom feldolgozó melléküzemág, hát akkor ott nagyon sokan dolgoznak, asszonyok is, és ez nyilván jelentkezik a musicalben, és akkor ők is dalolgatnak jó néhányan, igaz? Így van, hiszen ugye nem elég, hogy Veresegyházon vagyunk, és alkalmazzuk az asszonyokat, tehát a veresegyházi asszonykórus szintén szerepel a darabban, úgyhogy ők is kapnak szerepet benne, énekelni is fognak, nem hagyhatjuk ki őket természetesen, ha már ott vagyunk. Tóth elvtárs is ugye szerepel a darabban, akkor hát vannak felnőttek, gyerekek, már úgy gyerekek, hogy a fiatalok. Most nem nagyon kezdenék el felsorolni neveket, hát mert annyi. Az a baj, hogy nagyon sokan vagyunk, és biztos, hogy valakit kihagynék, és azt nagyon-nagyon szégyelném magam, ha valakit kihagynék. Viszont akkor csak azokat mondom el, amit egyébként én játszom, az igen. a két szerep. A Panni néni még a Nárai Erika és a Janza Kata, igen. és a másik pesti művésznő pedig a Falusi Marian. Igen. Hát ez jó, hogy mondod, mert manapság szinte mindenki mindenhol játszik, és most nem csak a színházat értem ez alatt, hanem akár a tévésorozatokat, vagy bármi mást is, filmet is, és nem véletlen, hogy bármi közbe jöhet, hogy mindenhol, ahol zenés színház van pláne, ott kettőzik, vagy hármazzák. Meg nem csak az, hát a betegség, meg... Hát tehát ezt mondom, hogyha bármi közbe jön. Show must go on, szokták mondani, tehát igen. az előadásnak mennie kell mindenhol és minden körülmények között, úgyhogy nem engedheti meg magának. Főleg egy magánszínház azt, hogy elmaradjon előadás. Persze. Hát ha már magánszínház is említetted, ez én tudomásom szerint is ismerem nagyjából őket. Annyi, hogy a színházat 2014-ben alapították, és ha jól tudom, a Váci Mihály Kultúrházban vagy Művelődési Házban vannak az előadások, de hát rengeteg vendégjáték van ebben illetve a színházban. Illetve, ha nem vendég, nagyon sokan játszanak egyébként itt, ami vendégelőadás. A Veresegy Színház is nagyon sok helyre megy az bizony. Országban, tehát a Szép nyári napot is nem csak Veresegyházon fogjuk játszani, hanem az országban nagyon-nagyon sok helyen. A Tokaji Fesztivál Katlanban például, ami az egyik legnagyobb nyári szabadtéri játszóhely, illetve hát ha már Veresegy Színház, akkor ne felejtsük el a Mézesvölgyi nyarat, bizony. Ami azt hiszem 5. éve megy, és egyre nagyobb sikerrel, tehát tényleg eleve nagyon-nagyon jók az előadások, amik a Mézesvölgyön vannak, és mivel
mivel az emberek nagyon szeretik így, ezért egyre nagyobb a közönség. Nem nagyon van olyan előadás, ami ne telt házzal menne. Az biztos, és ott emlékszem, mert arról is beszoktunk számolni, hát majd megint majd július-augusztus, szóval megy ez végig, úgyhogy akkor arról majd mindenféleképpen szót ejtünk, de hát ha már említetted, itt most április 20-valahanyadikán. 22-én van a bemutató. És aztán 23-án, 26-án. Na de megy ez májusban is. Így van, májusban. Így van. Hát, elindul a turné, a Szép nyári nap turné. Győrbe. Győrbe is megyünk, Miskolcra is megyünk, Pápára is megyünk, azt hiszem, nem tudom felsorolni, hát mert annyi. Tényleg az országban szinte mindenhová fogunk menni. Na de akkor hát mindenféleképpen azt még megkérdezem tőled, hogy a 16. az a hangvilágnapja, és ebben a mai műsorban is a hangról, az énekhangról, a beszédhangról, a hangképzésről, és még nagyon sok mindenről beszélünk vendégeinkkel, de hogy tartott karban a hangodat? Mert ezt mindenki azt mondja, igen, meg született, meg ilyen, meg olyan, de hát azért szerintem mind a sportolónak ezzel edzésben kell lenni, nem? Hangszalag is egy izom, tehát hogy hát ezt dolgoztatni kell állandóan. És hát, hogyha nem is minden nap van az embernek előadása, de azért dudorászni minden nap kell, meg egy picit énekelgetni minden nap kell ahhoz, hogy ne rozsdásodjanak be a hangszalagok, és úgy szóljanak, ahogy ezt szeretném, hogy szóljanak. Igen, és nem repett fazék. Igen. Vagy mint amikor már az opera énekes kicsit nem megy neki olyan jól, akkor szokták mondani, hogy megbicsaklik a hangja. Hát meg amikor azt mondod, hogy van egy kis hang a hurutomon. Ezt amikor nem hallottam, de amikor ez érzed, jó. Hogy ott van, tehát hogy nem százas a torkod, és tehát akkor is meg kell tanulni, hogy hogyan kell a hurut fölé énekelni, úgyhogy ez még emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Hát a társulat az nagyon megvan. Na most én nem tartalak vándormadárnak, de miután mondtad, hogy ennyi felé mész, és egyáltalán ennyi sok-sok helyen lesz Szép nyári nap bemutató, de hát egy picit azért, hát hogy is mondjam, te voltál Debrecenben, voltál a Fővárosi Operettszínházban, Székesfehérváron, Békés Csabán, akkor ezeket a színházakat te választottad, vagy mindenhova hívtak, vagy ahol nem érezted jól magad, ott azt mondtad, megyek máshova, egyszerre sokat kérdeztem, tudom. A Debrecen az adekvált volt, hiszen debreceni kislány lévén, onnan indult tulajdonképpen az egész pályám. Hát Debrecenbe kéne menni, így van. Ha csak nem pulykok a kasért, de egyáltalán. Igen. Akkor Debrecenből egyből az Operettszínházba kerültem. Uh-huh. Jó, persze voltak külföldi turné, meg mindenféle dolog, de hogy utána az Operettszínházban töltöttem 7 évet, aztán volt egy kis kihagyás, indokoltam, mert megszületett az első lányom, és akkor igen. Én önkéntes számüzetésbe vonultam 3 évre. Aki már nagy lány. Aki már 20 éves, igen, szörnyű. Igen. És hát tulajdonképpen mindenhová, ahol játszottam, ott a mindenhová természetesen hívtak. Így kerültem Békés Csabára is, mert az volt az első, miután a Csenge megszületett, az első előadás, amiben játszottam, a Nine, Székesfehér, Békés Csabán. Békés Csabán. Úgyhogy, és hát azt nagyon-nagyon szerettem. Fehérváron a Vörösmarty van, azt tudom. Most azért akár akarod, akár nem, de miért ne akarnád? Azért azt is megkérdezem, hogy itt a színházak és a nagyszerű szerepek, akkor mikor és hogyan fért vele életedbe a díva? Mármint a Moulin Rouge. Hát azért az most az nem egy színház, hanem az de egy nem, más. Azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Na. A Moulin Rouge az úgy alakult, hogy engem nagyon sokszor hívtak oda, de aztán valamiért nem. Uh-huh. És egyszer jött az ötlete a kori Moulin Rouge vezetőségének, hogy akik színésznők annó a Playboyban szerepeltek, azoknak csináljanak egy-két felvonásos előadást a Moulinbe. De felöltözve. Abszolút, teljes mély. Volt, aki nem volt ruhába, de az nem a színésznők között volt, hanem speciálisan arra volt, hát hogy akinek az volt a dolga. És így a Détár Enikő, Xantusz Barbara, Brunner Márti és én csináltuk a Csábító szépségek című darabot, amit a Szurdi Miklós rendezett. Na és akkor már kikerülhetetlen volt az életemben, hogy a Moulin Rouge dívája legyek, mert akkor mutatták be a Moulin Rouge című filmet. Igen. És annak a zenéi alapján megcsinálták a Sparkling Diamond című előadást, aminek én voltam ugye akkor a Nicole Kidman-e annak a darabnak, vagy annak az előadásnak,
És hát én onnan mentem el tulajdonképpen a Moulin Rouge-ból, hát nem beteg szabadságra, szülési szabadságra, igen, mert amikor már a egyetlen strasszsík sem tudta a pocakomat eltakarni, akkor hát felálltam, és ekkor jött a Détárenc és a Ladinek Judit a helyemre. És ott is. És tulajdonképpen onnantól datálódik a mi, ami na jó. Csapatunk. Rendben, a csapat. Na de hát azt mindenki tudja rólad, aki ismer és aki lát és szeret, hogy piszkosú sokoldalú vagy, hogy úgy mondjam. Most filmekről még nem beszéltünk, de ez azért jut eszembe, mert a jövő héten lesz Pápán filmfesztivál, ahol a Megszállottak is szerepel, például Posgai Zsolt, hát ugye író rendező, csak előre mondom, hogy jövő héten jön a Nagy Körútba, ide a magazinba, de hát volt nektek nagyszerű előadásotok, ott volt a Gina és Fidel, de azért mondtam a sokoldalúságot, mert hát a Gina és Fidelben játszani, vagy mit tudom én, a Dzsungel könyvében Bagirát, az nem, hát ugyanaz, nem ugyanaz. Hát az nem ugyanaz. Nem az a karakter. Hát nem az a karakter, vagy akár a Jézus Krisztus szupersztárból Magdolna, várja Magdolna. Akkor most lehet, hogy rosszat kérdezek, de ezekre a szerepekre, most nem is beszélve arról, hogy Lamancsa lovagja, valami speciális felkészülés kell, mert annyira ismerlek, hogy nem kell mindig, vagy nem hallgatsz mindig csak a rendeződre. Ez valahogy úgy jön? Hál' Istennek annyira szerencsés helyzetben vagyok, hogy általában olyan rendezőkkel dolgoztam, akik hagytak dolgozni. Tehát nem az volt, hogy a kis ujjamat is beállították, hanem megvolt az a fajta szabadságom, igen, hogy ha valamit úgy érzek, vagy úgy éreztem, hogy ahogy én szeretném, az nekem jobban, igen, eső lenne, akkor azt engedték. Uh-huh. Úgyhogy hát az, hogy most minden karakterbe bele, saját magam bele tudtam vinni, vagy beleviszem, vagy nem tudom, mindegyiket szerettem. Tehát nem nagyon van olyan előadás, jó, hát, amire azt mondom, hogy de a Gina és Fidel az egyébként különösen kedves, hát a szívemnek. Hát bemutattuk. Na most, miután alig van már 2-3 percünk, azt én megnéztem direkt, hogyha én most azt mondom, hogy Las Vegas, és Posgai Zsolt jut eszembe ismét, meg a Megszállottak, ahol hát legjobb női mellékszereplő, de hát azért ott egy ottani fesztiválon, hát azért ilyen, arról már nem is beszélek, hogy nemzetközi keresztény fesztivál, szóval külföldön is azért, hát hogy is mondjam, csak nagyon-nagyon megismertek. Ez a film, a Megszállottak, ez én nem is tudom, hogy 100 körüli a nemzetközi elismeréseinek, igen, a száma, ami számomra nagyon-nagyon megtisztelő az, igen, hogy olyan országokban, ahol engem egyáltalán nem ismernek, tehát az alapján, amit a filmbeli teljesítményem alapján láttak, azok alapján kaptam Orlandóban a legjobb női szereplő díját, Las Vegasban a legjobb női mellékszereplő, és a Firenzei Filmfesztiválon is megkaptam a legjobb női szereplőnek, hát a díját. Hát akkor így utólag is gratulációja érte. Úgyhogy ezekre azért vagyok nagyon büszke, mert tényleg olyan helyeken kaptam, ahol a kutya nem ismer, és semmit nem tud rólam, és tényleg csak annak a filmnek alapján. Igen. Hát színházi berkekben mondják, ugye, hogy neked már van mire szerénynek lenni, és akkor itt a díjakról is beszéltünk, de tényleg egy-két percünk van, hogy szeretted-e, mert nyilván szeretted, mert akkor nem vállalod el, a különféle tévésorozatokat. Én most nem megyek vissza a Szomszédokig, meg nem tudom hova, meg Barátok közt, meg a sok-sokba, amiben szerepeltél, de úgy tudom, hogy még most 2023-ban is játszottál valamelyikben. Most 2022-ben volt a Konyhafőnök VIP. A Konyhafőnök, az volt? Igen, az volt az utolsó. Azért mondom, hogy mi a véleményed erről, hogy ez van? Nézd, én a televíziós... Egyébként csak annyit, hogy a Vigyázz a gyerekkel vagyok, én arra gondoltam, de az TV2-es szereplős, az más. Hát azért nincs meg, mert azt nyáron forgattuk. Na, hát és annyira a... nincs, hogy azt 2023-ban adták, aha, le, hogy az... Na jó, szóval akkor hogy viszonyultál ehhez? Nézd, mert van, aki azt mondja, hogy szeretem, nem szeretem, de szerintem egy baromi nehéz meló. Nagyon-nagyon nehéz, de én csak azokat vállaltam el, amik igazán érdekeltek. Tehát nagyon sok műsorba hívtak, amire azt mondtam, hogy nem. Ezeket mind azért vállaltam el, mert mind érdekelt. Igen. És láttam benne olyan kihívást, ami
ami azt mondtam, hogy arra, az nekem az olyan, sok. Hogy azt én nagyon szeretném. Ilyen volt például a nyerőpáros, amiben olyan feladatok voltak, amiket tudtam, hogy egyébként soha semmilyen körülmények között nem csinálnék meg. Így van. Jó, hát én csak azt tudom mondani, hogy tessék szíves lenni skálázni, minden esetre, hogy minél tovább jó karban legyenek a hangszálaid, mindenféleképpen, és akkor este, amikor már megvan a bemutató is, és utána már összejön a társaság, és ott van, és akkor már szabad a vásár, és ugyebár akkor már el lehet azt énekelni, hogy 10 után. Veled. De csak is akkor, hogyha ott leszel, és veled énekel. De nem folytattad. Az ember nem vágyódik víz után. Mondom én, aki abstinens vagyok. Tudom. Köszönöm szépen, Nelly, hogy jöttél. Köszönöm én is a meghívást.